Szent Imrével beszélgetünk. Elsőszor gratulációi, azt hiszem, amit elterveztetek, sikerült végrehajtani, hiszen megvan a szezon első tétmérkőzésen aratott győzelme és a továbbjutás is. Ha az eredményezőre tekintünk, 2-4, nem volt azonban ez ilyen egyszerű. Nem, de a célját tényleg elérte a mérkőzés. Ugye mindenképpen szerettünk volna 90 percet játszani, és győztes 90 percet játszani, illetve 90 perc alatt abszolválni a továbbjutásunkat. Megtervezett cserék voltak, meg kellett a szerdai programunkhoz alakítanunk a kezdőcsapat, a cseréket. Én úgy érzem, az is sikerült, ott egy Fehér Danit egy kicsit túl terheltünk, de remélhetőleg szerdáig regenerálódik. A továbbjutásért gratulálok a csapatnak. Egy igazi kupa meccs volt, szerintem a kupa hangulatát azt megteremtettük egyébként magunk is, mert mindig visszaengedtük a meccsbe az ellenfelet, de egy szimpatikus csapat volt, egy jó környezetbe, túl melegbe, de teljesítettük, amit kitűztünk ma. És ott a négy gól magáért beszél, hiszen az a támadó játékot dicséri. Igen, hála Isten, azért most már az utolsó három meccsen azért rúgtunk gólokat is, meg a győzelem nagyon kellett, és remélhetőleg az önbizalommal is fog párosulni. Bízunk benne, hogy egy sokkal jobb csapatok ellen is az NB3-ba, és teljesíteni tudjuk azt a célkitűzést, amit magunknak elterveztünk. Következik szerdán a Buda Őrs. Mi a következő két-három napnak a programja? Holnap természetesen regeneráció. Itt a szurkolók kérték, hogy karneválozzanak a fiúk, egyébként meg fogom engedni nekik, menjenek, szerintem kell is egy kis lazulás, lazítás. Aztán hétfőtől megyünk tovább, hétfőn edzés, kedden edzés, szerdán bajnoki mérkőzésünk van, vasárnap Veszprémet fogadjuk, hogy húzós program elé nézünk. De csináljuk ez a dolgunk. Sok erőt hozzá, és köszönjük. Nagyon sok sikert továbbiakban. Köszönjük szépen.